Előbb váltam ezt a fellépést, mint a családi nyaralás jött, és elszámolt rá az iroda. Úgyhogy én egy nap után megyek. Fontos a tartom, mert azt gondolom, hogy 800 gyereknek segíteni, a rendőrséggel együtt működni, nagyon fontos feladat, és imádom az ilyen kihívásokat, úgyhogy majd ma fogok utánk repülni. Azt gondolom, hogy több ezer gyermeket tudunk elérni, olyan gyermekeket, amik nem családban nőnek fel. És ezek a gyerekek a legveszélyeztetettebbek, a legsérülékenyebbek, ők lehetnek leginkább áldozatok, és őket lehet leginkább a bűncselekményre rábírni. Nekünk kötelességünk és feladatunk az, hogy őket megszólítsuk, és azt a távolságot, ami a rendőrök és a gyerekek között van, azt a távolságot bontsuk le, hozzuk közelebb egymáshoz őket, és legyen egy bizalmi viszony. A hangot a végén fergeteges volt. Mindenki kiabált, énekelt, táncolt, úgyhogy tudtam valamit valami egy fél órát simán. Bemutatókat tartottak a kollégák, lehetősége volt a gyerekeknek megülni a rendőrautókba, bűn és baleset megelőzési előadásokat hallhattak. Készültünk egy olyan előadással, ami a drogprevencióról szól. Volt lehetőség, hogy gyerekeknek fegyverekkel megismerkedni, komandósokkal találkozni, illetve a készenleti rendőrség zenekar adott számukra egy műsort.